Nem érzi magát biztonságban az utcán a romániai nők zöme. Sokan ugyanis átéltek már utcai zaklatást. A férfiak és nők esélyegyenlőségéről szóló törvényt most úgy módosították, hogy az magánterületen és a nyilvános térben elkövetett szexuális és lelki zaklatást is bünteti. Előrelépés történt az esélyegyenlőség biztosításában. A 2002-es évi törvényt módosító tervezetre döntő kamaraként bólintott rá a képviselőház. A törvénytervezet vitája előtt egyébként több felmérés is készült arról, hogy mennyire vannak kitéve a zaklatásnak a nők Romániában. A statisztikák azt mutatják, hogy 10 nőből 8-an nem érzik magukat biztonságban éjszaka az utcán, 10-ből 4-en még nappal sem. 10-ből 7-en pedig úgy vélik, ha veszélybe kerülnek, senki nem fordul majd a segítségükre. Szerintem ezek nagyon ijesztő adatok. Ez a bírság is, amelyet kiszabtunk, ez is inkább prevenció, mert pont erről van szó, hogy van egy olyan jog, amelyet használni kell, és igenis azért beszéljünk arról, hogy utána fütyölnek az utcán, jól érzed-e magad, vagy sem ebben a helyzetben, megengedi-e magának valaki azt, hogy ténylegesen ilyen formában téged zaklasson. Az elfogadott törvénymódosítás értelmében ugyanis, amennyiben a zaklatás nem minősül bűncselekménynek, 3000 és 10000 lei között terjedő büntetés szabható ki a zaklatóra. A munkahelyen történő nemi diszkriminációért vagy hátrányos megkülönböztetésért is ugyanekkora pénzbírság jár. Az állam fő kihirdetésére váró törvény a férfiakra is ugyanúgy érvényes egyébként, mint a nőkre.